Sziasztok, én Szénégető Richárd vagyok, és köszöntök titeket a csatornámon. Ebben a videóban nem másról lesz szó, mint a Fanservice új kiadványáról, az Éva című film Blu-ray változatáról. Mielőtt belemennénk abba, hogy milyen is ez a film, nézzük meg, hogyha kicsomagoljuk a Blu-rayt, akkor hogy néz ki? Nézzük akkor a Blu-rayt. Ugye az alcím is rajta van a gerincem. Hát ugye meg tudjuk nézni, hogy van rajta DTS HD Master Audio 5.1, DTS HD Master Audio 2.0, angol DTS HD Master Audio 5.1, magyar felirat, extraként filmajánló. Szerintem az itt teljesen rendben van. Az is, aki tudjuk nyitni valamikor. Ezek a nyitófülek általában nem a barátaim. Nagyon szeretem ezt a klasszikus régi tokot, ahogy a sűjesztve van a Blu-ray logó. Igen, és újra magyar szitázású korong. Belső kép nincs, viszont masszív, jó minőségű Blu-ray tok azért bőven kárpótol. Hát, hozza a szokásos fanservice minőséget. Úgyhogy most kicsit beszélünk a filmről magáról. A Tate Taylor rendezésében készült mozi. Tate Taylorról azt kell tudni, hogy ő rendezte a Segítséget, ő rendezte a James Brown Storyt, ő rendezte a Lánya vonaton, hát azt mondjuk, az károlt, meg az ő nevéhez köthető a Mami című film. És az Éva egy klasszikus, keményvonalas, női főszereplős akciófilm. Itt ugye volt, aki próbálta rásütni a szokásos gender maszlagot, hogy miért kell ilyeneket csinálni, és így a figyelmébe ajánlottam, hogy régen is voltak ilyen jellegű akciófilmek, ahol csajok voltak a főszereplők, akár közelmúltban ott van az Everly Salma Hayekkel, vagy ott van az utánunk a tűzözön Gina Davisszel, aki ebben a filmben is szerepel, és nekem valamiért legtöbbször az a film ugrott be róla, az utánunk a tűzözön. Valószínűleg azért, mert a női bérgyilkosos vonal ott is ugye elég erőteljes, mint ugye ebben is. A sztori egyszerű. Éva, ugye Jessica Chastain, akit legutóbb az Azban láttunk Beverlyként többek között, meg nagyon sok egyéb filmben, Bíborhegyben, Mentőexpedícióban. Nagyon kedvelem a hölgyet, túl azon, hogy csodaszép, nagyon jól is játszik. Érdekes mondjuk, hogy ebben a filmben többször van, hogy nem tetszett. Valószínűleg a karakter van úgy alakítva, hogy ne feltétlenül lopja be magát a szívünkbe. Tehát Éva egy bérgyilkos, és miután elvégez egy munkát, rájön, hogy őt törbe csalták, és megkezdődik a hajsza. Nem pont szó szerint erről szól a film, viszont nem is nagyon akarok semmi többet mondani ennél belőle, mert a spoileres lenne, és kár lenne érte. Lényeg a lényeg, hogy ugyan nem volt kirobbanó siker, mert ugye 3,3 millió dollár bevételt hozott világszerte ugyan, de fontos megjegyezni, hogy a Covid alatt mutatták be, tehát egy ilyen szerencsétlen helyzetben jött ki, amikor ugye azért kevés filmnek termett babér, valljuk meg. Főszerepben látható még mellette John Malkovich, aki mint mindig hogyan hozza a formáját, ebben egyfajta ilyen mentor karaktert játszik, illetve ott van még Gina Davis, aki az Utánunk a tűzözön című filmben volt a főszereplő, ő játsza Éva édesanyját. Itt is nagyon jó, elképesztően jól öregszik a hölgy, ez tök furcsa, hogy 65 évesen talán szebb, mint fénykorában volt. Játszik még benne Colin Farrell, aki ugyan nem, de nincs sok vászon ideje, viszont amikor ott van, az nagyon fontos és jelentős. Az Éva egy nagyon jó tökös akciófilm, picit talán krimi is, de úgy tényleg azt éreztem rajta, hogy végig szórakoztat, kikapcsol, pörög ezerrel. Nem nagyon van benne felesleges időintervallum, tehát tényleg mindig valami történik, de nem ez a Marvel-es mindent az arcodba tolnak, minden fölrobban, minden lejé kategória, hanem inkább az a fajta jóleső, klasszikus akciófilmes pörgés. A sztori is ki tud bontakozni, a szereplők is tök jók, a rendezés is teljesen korrekt. Ha szereted a klasszikus vonalú akciófilmeket, akkor az Éva abszolút a te mozid lesz. Ha szeretnétek megrendelni a kiadványt, akkor a leírásba beteszem nektek a linket, ahonnan meg tudjátok rendelni a fanservice oldaláról. Támogassuk a friss kiadókat, hogy minél több filmet adhassanak ki. Ugye az Éva is egy független film, nem gondoltam volna, hogy meg fog jelenni itthon Blu-ray-en, de a fanservice-nek hála megjelent.
Rendeljétek meg a filmet, a leírásban ott van az, hogy a csatornát hogy tudjátok támogatni, ha szeretnétek. Van a szuperköszi gombunk, tetszőleges összeggel, tetszik gombot lehet nyomni, feliratkozást kis csengőikonnal, illetve meg is oszthatjátok a videót, nagyon nagy segítség. Kommentben írjátok meg, hogy nektek hogy tetszett a film. Sziasztok!